A lomtalanítás napján reggel 7 óráig kellett kihelyezni a háztartásban keletkezett lomot. Az ingatlan előtti közút mellé, lehetőleg úgy, hogy ne akadályozza a forgalmat. Mint látható, sokan éltek a lehetőséggel. Megszabadultak a fölösleges holmiktól. Jó néhányan akadnak, akik a lom között is találnak még hasznosítható darabokat. Amit fel tudnak használni, azt úgy külön rakja az ember, és már 90%-át itt elvitték. Ez a fémhulladéktól és a vezetékektől kezdve a régi tárgyakon át a faanyagig sok minden lehet. Nem, most megálltunk, hogy körülnéztünk, hogy hátha olyan talál. De mi az, ami használható általában? Ruha. Vagy cipő, vagy ilyesmi. Aha. Azt nézzünk. Mi most jó, csak éppen most álltunk meg. Aha. Láttuk ott a ruhát, megnézzük, hátha találunk valamit. A közszolgáltatást végző cég azt kérte előzetesen a lakóktól, a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni a szétszorulás megelőzése érdekében. A hulladékgyűjtő gépjárművek meglehetősen hatékonyan képesek összetömöríteni a lomot. Egy ilyen autóban 6 tonna is elfér. Sokan úgy vélik, ilyenkor szinte bármilyen hulladékot kitehetnek a ház elé. Ám ez nem így van. Sok mindent kitehetünk lomhulladékként ilyenkor, lomtalanításkor, de van néhány olyan dolog, amit a szabályok szerint nem lehet. Például nem tehetünk háztartási hulladékot, kerti hulladékot, építési törmeléket, aztán elektronikai hulladékot, mondjuk hűtőszekrényt vagy televíziót sem, illetve veszélyes hulladékokat sem, ilyen a festék, a gyógyszer vagy a vegyszer. Mások viszont azzal nincsenek tisztában, hogy mit kezdhetnek az építési törmelékükkel vagy a veszélyes hulladékukkal. Az a szomorú, hogy az olyan dolgokat, amit cserélünk, például egy ablakokat, meg mindent nem tudjuk hova tenni. Ablakokat? Hát igen, ilyen, hát ami üveget is kitörnénk belőle, csak lenne hova elvinni. Aha. Nos, az építési törmeléket a Berzencei úti átrakó állomásra lehet elvinni. Amit pedig arról a televízióban és az Atát Hír internetes oldalunkon is beszámoltunk már, a Szarvas utcai új hulladékudvarban havonta egyszer térítésmentesen leadhatjuk a háztartási hulladékot. Ez lehet elektronikai vagy veszélyes hulladék is, sőt, akár a személyautó használt gumia.